Még március közepén, amikor megjelent a Division 2, ami szerintem egy egész korrekt jó kis játék, az Otaku Mode, vagy a IGM, vagy mit tudom én valamelyik ilyen hülye nagy videójátékos újságírós szakma beli akárkik, nekiálltak rinyálni, hogy ez a játék szar, mert az Ubisoft nem foglal álláspontot a politikai nézeteivel. Mert hogy? A játék sztoria szerint egy vírusba kihalt az emberiség nagy része, akik meg megmaradtak, azok meg egy összomló társadalomban pusztítják egymást Washington DC-ben is. És mivel Washington DC-ben játszódik a játék, ezért politikailag álláspontot kellett volna foglalni az Ubisoftnak. De minek? Hogyha a játék sztoria szempontjából teljesen felesleges, hogy most odaraknak egy táblát, hogy hajrá Hillary Clinton, vagy Bittomén, én, most akkor minek mindegy. Ha csak ennyi lenne a történet, akkor ez az epizód most nem készülne el. De sajnos van tovább. Valamikor kb. április, május elején, nem tudom, az EA Games kiadott egy ilyen előzetest, egy új készülő Star Wars játékukról, ami ilyen single player játék lesz, nagyszerű történettel, Hát meg is érdemeljük azután a két foshalmaz után, hogy egy normális Star Wars történetet kapjunk. Igen, kimondtam, de erről majd a következő videóban, mondjuk a következő videó az már leóta alkul. lesz, mert annyi kommentet kaptam, hogy már. És ahelyett, hogy mindenki örült volna, hogy kapunk egy tök jó Star Wars-os történetet, megint nekiállt a hogy a Star Wars játéknak a főszereplője egy fehér férfi. Mert érted, az nem zavar senkit, hogy egy kivételével az összes létező Star Wars filmben egy fehér férfi a főszereplő. Na mindegy, most hogyha a rendező így dönt, akkor ő így döntött nekem semmi közöm hozzá. Én imádkozok tényleg, hogy egy jó történet legyen, mindegy, valakik meg hisztiznek, Pff, -e? <tosz> valakik újságírók meg hisztiznek, mert hogy fehér férfi a főszereplő. És az a mostani videó még mindig nem készült volna el, ha nem jönne most a következő. Egy-két hete történt, hogy ez megint az Ubisoft kiadott egy előzetest az új Ghost Recon játékukról. Soha életemben nem játszottam Ghost recon de mindegy. Egy eléggé izgalmas, pörgős kis videót láthattunk, és megint nekiálltak rinyálni az újságírók, hogy az Ubisoft nem foglalt álláspontot a politikában. Ki a ku Hát érdekli a politika, amikor egy hülye videójátékról van szó, egy kitalált világban, egy kitalált katonai frakcióval, meg... És ezért készül ez a mostani videó. Mert elegem van abból, hogy ma már ott tartunk, hogy rinyálunk azért, mert nem pontosan azt halljuk, amit hallani szeretnénk. Könyörgöm, hogyha egy rendező, vagy egy videójátékgyártó, vagy valaki, aki elmesél egy sztorit, és úgy meséli el, hogy ő akarja fehér férfival, vagy tök mindegy kivel, akkor nekem semmi közöm hozzá. Annyit tudok mondani, hogy például a Division 2 szerintem egy szórakoztató játék, nekem tetszett. Az utolsó Jedik meg egy szar film. Ennyi. Ezen kívül nekem más közöm nincs a filmhez, se a játékhoz. Nem rinyálhatok azért, mert a rendező vagy a játékgyártó döntött valahogy. Az az ő döntése volt, mert ő akart elmesélni nekem valamit, valahogy. Most amit mesél tetszik vagy nem tetszik, az egy másik téma. De az, hogy rinyálok azért, mert nem pontosan azt mondta, amit én hallani akartam, hát az már szégyen, már elegem van itt már mindenből. Meg a rádióból is. Abból főleg.